szíriai helyzetről és az ebből fakadó migrációs veszélyekről is egyeztetett tegnap Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A vezetők kiemelten foglalkoztak a közel-keleti és afrikai kereszténység helyzetével is. Mindennapos téma a bevándorlás, most is van jó pár aktualitás. István folytatja. Vendégünk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét, te bónok úr. Az, hogy mondjuk volt némi ellenzéki hisztéria az orosz elnök látogatása körül, és erről már sok helyen beszéltünk, úgyhogy nem is ez a téma, de az mindenképpen számomra érdekes, hogy az észak-kelet-szíriai megoldás esetében, amelyet gyakorlatilag az egész Európai Unióban egyedül Magyarország mondta, hogy talán hagyni kellene a törököket rendet rakni abban a térségben, éppen a migrációs krízis kiszélesedésének a elkerülése érdekében. Most, minthogyha az Egyesült Államok és Oroszország egy nagyon hatékony és elég jól működő együttműködésbe kezdett volna a törökökkel együtt. Pontosítsuk ezt a magyar állásponttal kapcsolatban elmondottakat. Az a helyzet, hogy minden ilyen kérdés megítélésében a magyar kormány a magyar nemzeti érdekből indul ki. A magyar nemzeti érdek pedig az, hogy lehetőleg rendezett, biztonságos körülmények között, esetleg az Európai Unió segítségével, anyagi segítségével is, mi hamarabb az a 3,5-4 millió szír, aki Törökországba tartózkodik, haza tudjon térni, és újjáépítse az országát. Ez az a B változat, hogy amerről egyébként a török politikai felső vezetés több ízbe is nyomatékosan beszélt, hogy ha és amennyiben nem tudják abba az irányba hazatelepíteni a náluk tartózkodókat, könnyen megnyithatják az útvonalat az Európába tartó migránsáradat előtt. Ez nagyon súlyos következménnyel járna az egész Balkánra, és megismétlődhetnének azok az események, amelyeket talán legjobban a röszkei csata jelképez, de kétségtelen, hogy egy nagyon komoly válsághelyzet alakulhat ki, amelyik egész Európát, az egész európai biztonságot nagyon súlyosan érinteni. Itt a magyar érdek tehát az, hogy a lehetőség szerint politikai megoldást találjanak, abba is egyetértettünk, ami fölmerült a NATO-ba, hogy nemzetközi katonai kontroll mellett történjen ez, álljon le a támadás, és próbáljunk inkább a megegyezés irányába menni. Tehát egy szó mint száz, a biztonság kérdése ebben a térségben, és ennek kihatásaként az egész Balkánon egy magyar szempontból, a magyar emberek biztonsága szempontjából egy nagyon nyomatékos és kardinális kérdés. Ez alapján közelítünk ehhez a kérdéshez. Úgy tűnik, hogy a NATO időben kapcsolt, és ugye a NATO főtitkár már üdvözölte is az orosz-török együttműködést, mondván, hogy úgy tűnik, hogy sikerül politikai megoldást találni erre a problémára. Viszont Németország is megszólalt ebben az ügyben most, talán kicsit késve, de fölmerült a lehetősége, vagy fölvetették a gondolatát annak, hogy német katonai egységeket is küldenének a térségbe. Német egységek jelenleg légierő tartózkodik a térségbe, elsősorban légifelderítési feladatokat látnak el. Nyilván, hogyha és amennyiben ez a megállapodás Oroszország, az Egyesült Államok, Törökország, Szíria között úgymond politikai megoldás felé mozdul el, akkor végig kell gondolni, hogy milyen nemzetközi katonai erő lehet az, aki ennek a 450 kilométer széles, 30-32 kilométer mélységű területnek a biztonságát, az odaérkezők letelepedésének a biztonságát nemzetközi katonai erővel is biztosítani tudja, túl azon, hogy jelentős segítséget kell nyújtani Európának ahhoz, hogy ott települések épüljenek és egy élhető körülmények alakulhassanak ki. Ha már Németországot említettük, akkor említsük meg, hogy úgy tűnik Horst Seehofer, német belügyminiszter bejelentette a második mestertervét, vagy a Mesterterv 2.0-át, amennyiben azt mondta, hogy tulajdonképpen a migránsok menekültügyi eljárását az Európai Unió határain kívül kell lefolytatni. Hát ugye ezt a G6-ok előtt tárgyalták ezt az elgondolást, és arra készül Németország, hogy jövő július 1-től ő látja el az Európai Unió soros elnöki feladatait, hogy erre az időszakra egy minél nagyobb támogatottságú terv álljon össze. A hangsúly itt egyébként a külső határok biztonságos ellenőrzésén van,
és annak az eldöntését szeretné elérni, hogy a külső határon kerüljön eldöntés, hogy ki az, aki jogosult menet külstátuszra, és akkor azt ő szerinte, ugye egy kvóta szerint el kell osztani, aki meg nem jogosult, azt onnan már a unió külső határáról haladéktalanul vissza kell szállítani a kiinduló országába, és mindebben ő úgy gondolja, hogy hát a Frontexnek nagyon fontos szerepe lenne. Most ez se teljesen új ez a német álláspont, mert hát ilyen, ez a Frontexnek a szuverén államok határán való ügydöntő megjelenése, ez nem nagyon képzelhető el, mint ahogy a kvótarendszer ellen is nagyon sokan most már legutóbbi tervel utasításánál 27-ből 20-an szavaztak a máltai elgondolás ellen, ráadásul ez a dublini szerződésnek bizonyos fennmaradását is jelzi, hogy a külső határon történik, és Görögországba, Olaszországba, vagy éppen magyar-szerb határon történjen az ilyen típusú döntéshozatal. Ez véletőleg nagyon nehéz lenne ehhez nagy többségnyi támogatást nyerni, de mindesetre az, hogy Németország fölismerte 2015-tel ellentétben a külső határok őrizetének biztonságpolitikai fontosságát, belbiztonsági fontosságát, és szeretné, hogyha a jogállami kritériumok ebben is visszaállnának, mert ugye a jogállamnak az egyik fontos kritériuma, hogy a jogszabály mindenkire vonatkozik, a jogszabályt mindenkinek be kell tartani, és aki a jogszabályokat megsérti, az szembe kerül az állambüntető hatalmával. Itt 2015 óta például az állam határ átlépése, vagy az embercsempész, és ez ilyen bocsánatos bűnnek tűnt, és óriási tömegek lépték át minden következmény nélkül a harmadik, negyedik, ötödik, tizedik határt is, és mindenütt menekültnek nyilvánította magát, miközben semmilyen okmánnyal nem rendelkezett, még az állampolgársága sem volt megállapítható. Az pedig, hogy lehetne a külső határról majd visszaszállítani, adott esetben nem is tudjuk hova, mert azt se tudjuk, milyen állampolgár is, hogy azokkal az államokkal meg lehet-e állapodni, hogy visszafogadják a polgáraikat. Egy további kérdés, amelynek ennek a tervnek még a további finomítását igényli, de az mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország is úgy gondolta, hogy a külső határon kell, a külső határok stabil őrizetét kell megvalósítani, ez az előfeltétele minden további kérdésnek, vagyis a jogosulatlanul Európába tartózkodóknak a visszaszállításának és a belbiztonsági helyzet megszilárdításának Európában, mert ez a gazdasági fejlődés a lakosság biztonsági érzete szempontjából egyaránt kulcsfontosságú. Minden esetre az jelző, hogy a külső határokat Magyarország védi, mert ugye Herceg-Szántónál csak az elmúlt néhány napban 46 férfit tartóztattak föl, de hogy mennyire színes az, amiről ön is beszélt, hogy honnan is jönnek ezek, 46-an török, szír, palesztin, pakisztáni, iraki és afgán állampolgárnak vallották magukat. De menjünk tovább, ugye emlékezetes, hogy 2017. szeptemberében az Európai Bíróság döntött arról, hogy az a 2015-ös tanácsi határozat, amelyet többséggel fogadtak el Magyarország és még néhány állam ellenszavazata mellett, a 120 ezer migráns szétosztásáról, az most úgy tűnik, hogy ismét élesedni látszik, mert hogy Eleanor Sharpston az Európai Bíróság főtanácsnoka bejelentette, hogy jogsértően járt el Csehország, Lengyelország és Magyarország, érdekes módon csak ezt a három országot emelték ki, és indítottak el pert, amikor nem tartotta be a menekültek elosztására. Ez úgy jár, hogy ennek a 120 ezer embernek a elosztása, ez eleve egy ilyen csalafinta módon történt, mert ugye a miniszterelnökök tanácsa úgy döntött, hogy lehet kvóta, de csak önkéntes alapon. Így van. Ezt követek bevitték a belügyi tanács elé, ahol nem kell egy hangú döntés, és azt megszavazták, hogy akkor kötelező legyen ez, tehát szembe mentek a miniszterelnökök döntésével. És utána ezt az Európai Bíróság szentesítette. Így van. És felülírt egy mondhatni Európa tanácsi határozatot. De ami még ennél is figyelemre méltóbb, hogy ebben az időszakban és mind a mai napig, hogy ez a 120 ezerből nem éri el a 30%-ot azoknak a számoknak, akiket a különféle országok, akik vállalták, hogy ebben részt vesznek, befogadták volna. Vagyis egy összességében egy kudarcos elgondolás, egy jogsértő módon meghozott határozat, amely kudarcot vallott, hiszen az azt elfogadók sem hajtották ezt végre. Nagyon figyelemre méltó, hogy vajon a bíróság azokat az országokat, akik igen mondtak, csak utána nem hajtották ezt végre, hogy őket is szankcionálja, ő ellenük is eljárást indít, avagy csak politikai kettős mérce keretében
Lengyelország és Magyarország, esetleg Csehország lesz a célpontja ennek a bírósági eljárásnak. Maga ez a főtanácsnok, ez egy ismert dolog, ő jogilag elemezi azt a bíróság elé kerülő ügyet, és aztán az ő álláspontját azért nagy többségében aztán a tanács, a bírói tanács is el szokta fogadni, úgyhogy kíváncsian várjuk, mi lesz ennek a ügynek a vége, és természetesen a magyar állam mindent megtesz jogi képviseletben, jogi érvek, tényérvek felsorolásával, hogy rámutasson ennek a faramuci kettős mércét jelző probléma furcsa kezelésére. Hát minden esetre az érdekes, hogy ez a határozat 2017. szeptemberében hatályát vesztette, ennek ellenére a bíróság itt politizálni kezdett, és tovább éltette. Köszönöm, hogy eljöttél volna. Én is köszönöm.